Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kolyi László, akitől a világ legnagyobb titkait is meg fogjuk tudni, megpróbáljuk, aztán hogy elmondja vagy nem, az kiderül. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha igaz, akkor egy világválság kopogtat az ablakon, a lakásárak mennek föl, igazán jó dolgot nem is lehet kapni, mindenki venni akar, sokan eladni akarják az eladhatatlant. Vajon épülnek-e új lakások, hisz a kormány az új projekteket egy kicsit lelassítja, illetve átszervezi. Van elég építőanyag, és ha már van építőanyag, van-e akkor elég építőkéz is? Pontosan 10 kérdés fogalmazódott meg, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Egyelőre a lakosság a felújításoknál és az új lakásépítéseknél töretlenül itt van a megrendelőink között, tehát az áremelkedések ellenére sem tapasztaljuk, hogy kisebb lenne az érdeklődés. Hogy ez az év második felében hogyan fog alakulni, az kétséges. Mi azt szoktuk mondani, hogy Magyarországon a lakásügy alapvetően finanszírozási kérdés. Tehát ha a kereskedelmi bankok továbbra is maximum 5%-nyi kamat mellett finanszírozzák a lakásépítést, lakásfelújítást, akkor nagy probléma nem lehet. Viszont ez egy olyan lélektani határ, hogyha e fölé mennének a lakásüggyel kapcsolatos kamatok, akkor megtörik a lakásépítés, és súlyosan megtörik Magyarországon, függetlenül attól, hogy a kormányzat ígéri, hogy fönntartja azokat a mindenféle támogatásokat. Tehát nyilván a lakosságnak csak egy töredék része jogosult azokra a támogatásokra. Alapvetően a finanszírozást piaci alapokon továbbra is megoldott kéne, hogy legyen. Értem, de Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása után egy kicsit átrendeződött. Gondolom az építőipari alaptermékek sem ma már, mint Magyarországon készülnek, nem így gyártják őket. A minap hónapokat kellett várnom arra, hogy az utcába egy táblát föltegyenek, mert nem volt hozzá megfelelő fém. Igen, ez így van, hogy... Tehát akkor elképzelhető, hogy az építkezéseken is vannak olyan pontosan komponensek, amik hiányoznak, illetve hogyha az infláció elérheti mondjuk a 2,5%-ot, akkor a bank nem fog 5%-ra kamatra pénzt adni. Először is ismét 5 kérdés közül legalább 2-t megpróbálok megválaszolni, hogy igen, Magyarországon nagyon nagy az import építős anyagnak a hányada, nagy a kitettségünk, közel 50%-ban külföldről hozott építési termékekkel dolgozunk. Nekünk nincs vas, acél, fa, rész, alumínium alapú termékből elegendő, amit idehaza tudunk gyártani. Ezeknek közel 30%-a keletről, Ukrajnából, Oroszországból és Fehér Oroszországból jött, és bizony el kellett telni egy időnek, hogy a nagy importőrök megpróbálják máshonnan ezeket a termékeket beszerezni, és van akadozás, tehát ez megrendelőnek is ugyanolyan neki gondot minőségbe okoz. És ugyanolyan áron igen, tudják beszerezni? Igen, tehát gyakorlatilag ugyanolyan minőségbe tudják beszerezni, és hogyha van elegendő, és némiképp rendeződik ez a világkereskedelmi hajcihő, akkor az árak tudnak visszarendeződni is. Tehát most itt először június elején tapasztaltuk, hogy fa árut és acélipari terméket némiképp olcsóban is tudtunk venni. Persze mihez képest, hiszen durván 100-150%-kal emelkedtek az árak. Ezeket a termékeket mi soha nem gyártottuk, nem volt kapacitásunk, és hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy importáljuk őket? Gyártottuk, sokkal nagyobb volumenben gyártottuk Magyarországon, aztán itt mindenféle privatizáció volt, volt olyan, amit 30 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt rontottuk el, tehát ma már érdemleges acélipari termelés nincs Magyarországon, a fáru az mindig is külföldről jött. Én azt gondolom, hogy ez tud rendeződni, tehát az év vége felé lesz építőanyag, elegendő. Most itt a nyári hónapokban tapasztaljuk azt, hogy valamelyik kereskedőnél nincs, akkor meg kell nézni a másiknál, de hát ez rendeződni fog. Tehát az építőipar folyamatosan dolgozik, tehát az orosz-ukrán háború lassít ugyan bennünket, meg beszerzési nehézségeket okoz,
de hát folynak a kivitelezések. Értem. És akkor a kezek, hisz az automatika nagyon jó, de azt valakinek kezelni kell, meg az építőiparban azért nagyon sok olyan feladat van, amit két kezzel kell csinálni. Kétségtelen, és járvány, háború, minden ellenére az üzleti tevékenységet leginkább akadályozó tényező továbbra is a szakmunkás és a mérnök hiány, és valószínűleg, hogy ez a következő években itt is fog velünk maradni, és továbbra is sajnos az a rossz hírem, hogy legalább 2-3 hónapot biztos, hogy egy jó mesterre várni kell. A jó hírem pedig az, hogy ettől azt reméljük, hogy a megrendelés és a lakossági megrendelő is több időt fordít az előkészítésre. Tehát ilyen szituációban mindenképp célszerű írásban szerződni, tételes műszaki tartalmat kialakítani, és hát, hogy a pénzek számlán keresztül mozogjanak, akkor kevesebb meglepetés ér mindenkit. Minket vállalkozókat is talán ki leszünk fizetve, és a megrendelő pedig, hogyha valami kár éri, vagy minőségi problémája van, akkor van írásos anyag, amire tud hivatkozni. Készültem erre a beszélgetésre, és utána néztem a legutóbbi adatoknak, amik nyilvánosak. Az egyetemeken nincs túl jelentkezés ezekre a szakmákra, tehát építészmérnök is csak módjával vannak, belső építészek is, szóval nem ezek a sláger szakmák. Mit tesz egy ilyen nagy vállalat vezetője, egy ilyen nagy szövetség vezetője, mert ő nem egy vállalat, hanem egy ernyő szervezet elnöke. Mit tesznek azért, hogy ez népszerűbb legyen? A szakmunkás szinten... Mondjuk azt is lehet, hogy nálam hirdessék, hogy mennyire jó az építőiparban dolgozni, de ez annyi, mint halottnak a csók. Tehát... Nem hiszem, minden propagandára szükségünk van. És azáltal, hogy az elmúlt években több munkája volt az építőiparnak, jobban meg tudta fizetni a szakmunkást és a mérnököt is, jelenleg 40%-kal magasabb a szakmunkás iskolákba való beiratkozás, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt. Tehát anyuka és a gyerek érdekeltségét sikerült pályorientációs programokkal is elérni, tehát a szakmunkás területen több a beiskolázás, aztán majd meglátjuk, hogy amikor ők 3-4 év múlva munkába lépnek, hogy mennyi lesz közülük a pályaelhagyó. Az egyetemi végzettségű, felsőfokú végzettségű hallgatókból valóban továbbra is nagyon nagy hiány van. Ráadásul attól tartok, hogy most, hogy legtöbb családnál kicsit nehezebbek az anyagi körülmények, a még jobb lét vagy a jobb kereset reményében lehet, hogy ismét többen akarnak majd Nyugat-Európában munkát vállalni a pályakezdők közül. Ezért is mondjuk mi, hogy minél több külföldi diákot is be kell iskolázni az egyetemekre, mert az a nyugat-európai tapasztalat is, hogyha valaki egy országba végez, jelentős részük ott marad és ott kezd el dolgozni. Na de ma helyezik örök nyugalomra Moldova Györgyöt 1 órakor a Kozma utcai zsidó temetőben, és nagyon sokan közülünk, legalábbis az én korosztályom, a kubikusokat, illetve azokat az építőipari munkásokat az ő könyveiből ismertük meg. Hol vannak ezek az emberek ma? Vagy vidéken inkább elmennek közmunkára, mint hogy a városba? Vagy ma már nincsenek munkásszálok? Vagy mi akadályozza? Hisz dolgozni akaró ember azért még van? Igen, viszont a következő 2 évben 200 ezerrel többen mennek nyugdíjba országosan, mint amennyien belépnek a munkaerőpiacra. Ez az építőiparban azt jelenti, hogy 25 ezer kollégánk elmegy nyugdíjba a következő 2 évben, és az a kérdés, hogy ennyien, és szakmunkások és mérnökök, mert most róluk beszélünk, fog-e jönni a mi szakmánkba, vagy nem. Azért itt is a reklám helye, akkor szeretném mondani, hogy azért az építőipar már nem feltétlenül a talicskás, kubikus, lapátos szakma. Tehát a fiatalok azért is szeretnek hozzánk jönni, azon túl, hogy megfizetjük őket, hogy itt is a mindenféle elektronikus ketyeréket naponta kell használnia, hogy tudjon felkészülni a munkára, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy a digitalizáció, 3D-s tervezés, tehát minden olyan modern technológia, ami a más szakmákban ott van, az építőiparban is itt van. Ehhez mi annyit tudunk hozzásegíteni, hogy az Építő Korzó című műsorunkat, ami épületekről, meg történelemről szól, vetítjük. Önt viszont visszavárjuk, hisz a beszélgetésre szánt időnk elment.
bízom benne, hogy hamarosan újra itt lesz, és csak örömhíreket hoz nekünk. Kedves nézőim, az elmúlt 15 percben a VOSZ elnöke dr. Koi László volt stúdiónk vendége, akit hamarosan visszavárunk, és legközelebb ő fog többet beszélni, de azért kemény kérdéseimet én is fel fogom tenni. Előzetesek is jövünk, visszatartsanak velünk!